együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Berobbantam. Köszöntök mindenkit. Szevasztok! Ez itt a Restart, itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de nem szeretem, mert hideg van egyébként. Úgyhogy ez itt a Restart, Vendi vagyok, szevasztok még egyszer. Vannak elérhetőségeink, informatikai segítségnyújtás következik, illetve informatikai témákban vájkálunk a mai nap folyamán is. Remélem velem tartotok és bekapcsolódtok a műsorba. A képernyő alsó részén olvasható elérhetőségek, valamelyikén ezt meg tudjátok tenni. Van egy Facebook oldalunk, én ezt rendszeresen figyelem, sőt, hát az utóbbi időben úgy néz ki, hogy én vagyok az, aki adminolja is ezeket a dolgokat, mert más nem nagyon akar vele foglalkozni. Úgyhogy facebook.com/fixhd. Lájkoljatok minket, illetve itt lehet hozzászólni a műsorokhoz, illetve hát itt a Restart esetében a restartos témákhoz, tehát informatikai jellegű témákat tessék boncolgatni, illetve kérdezni, hozzászólni, meg majd itt, ha olyan a téma, akkor kiboncolom én elég rendesen a ti közreműködésetekkel együtt. Van egy saját oldalam is, ide is várom a lájkolókat, követőket, ez a facebook.com/vendifix oldal, ahol én mindenféle érdekes dolgokat szoktam megosztani. Most például találtam egy olyan cikket, bár tegnap a Marci beszélt róla, hogy én ezt nem is tudtam hirtelen hova tenni egyébként, hogy 3 napig net nélkül lesz egész Magyarország, képzeljétek el. Tehát, hogy ezt kitalálta ki, hogy ezt hogy lehet leírni ilyet egyébként, tehát aki egy icipicikét is ért egyébként az informatikához, illetve a hálózatoknak a működéséhez, vagy magához az internet működéséhez, az tudja, hogy ilyen nincsen. Ez maximum akkor lesz, lehetne lehetséges, hogyha ugye a központi adatkicserélő központot gyakorlatilag, illetve az azon elhelyezkedő switchet, amin keresztül a szolgáltatók össze vannak kötve, az mondjuk meghibásodik, cserélik, vagy bármi. Na most ezt miért tenné bárki is? Tehát persze upgrade-elgetik ezt, lehet, hogy néha-néha vannak is egyébként kisebb kihagyások egy-két szolgáltatónál, de olyan, hogy globálisan leállna az internet, olyanra itt nagyon ritkán van példa egyébként, ott valami nagyon nagy műszaki gond lehet akkor. Tehát az, hogy itt 15-én, tehát október 15-én, tehát körülbelül 2 hét múlva egész Magyarország internet hozzáférését le fogják állítani 3 napra ráadásul. Tehát miért kell 3 napra erre leállítani bármit is? Tehát, mert állítólagosan eszközt cserélnek, új szuper számítógépeket állítanak csatasorba. Tehát aki ezt leírta, ezt a cikket, én nem tudom, ez komoly-e, mert nem egy ilyen hók oldalon van egyébként, hanem ez egy komoly oldalnak tűnik. Tehát miköze a szuper számítógépeknek az internethez, most őszintén, tehát a szuper számítógépeknek, úgy egyáltalán a számítógépek, azok az internetes tartalmak kiszolgálására vannak, ugyebár. Maga az internet, tehát a hálózat működéséhez nem szükséges szerver, ahhoz switchek, routerek, egyéb olyan telekommunikációs berendezések szükségesek, amik lehetővé teszik azt, hogy A hálózatot B-vel összekössék. Tehát, hogy itt köze nincs ennek a szuper számítógépekhez, tehát ez egy baromság. Meg különben is, tehát hogyha egy számítógépes rendszert kicserélnek, akkor ezt nem úgy szokták, hogy a régit addig működésbe hagyják, beüzemelik az újat, majd átdugják a kábelt mondjuk, vagy átterhelik a másik szerverre a forgalmat, és onnantól kezdve gyakorlatilag ez egy pár perces, vagy ne adj Isten, de akkor már nagyon nagy probléma van, esetleg egy-két órás leállást okoznak ezzel. De attól még nem áll meg az internet, tehát hogy ez van bődületes nagy baromság, és hogy ilyennel etetik a jó népet, tehát hogy ezek így Facebookon több embertől láttam ilyet posztolt, nekem is küldtétek üzenetbe is, meg ismerőseimnél is láttam, hogy ezt itt posztolgatják, tehát most ez komolyan valaki bekajálja. Az a szomorú egyébként, hogy aki egy picit úgy, vagy csak laikusan áll a dolgokhoz, ő még akár lehet, hogy ezt be is kajálja, mert számítógépek, internet, persze összefüggés, és az idáig tart, ha nem megy a számítógép, nincs internet. Logikus. Tehát felhasználói szinten, ha csak ilyen nagyon leegyszerűsítjük a dolgokat, akkor valóban így van, de azért ez globálisan nem így működik, úgyhogy ez egy baromság. A mostani fő szerverek elavultak. Minek a szerver? Megint csak. Tehát most mondatonként fogok egyébként belekötni. Fő szerverek elavultak, és az utóbbi években milliárdokat kellett javításokra költeni.
Hát lehet, hogy költöttek milliárdokat, de hogy nem főszerverek javítására, az biztos, mert hogy nem tudom, mit nevezünk főszervernek. Tehát, mint az előbb is mondtam, a szerverek ebben az esetben igazából routerek meg switchek, amik nem szuper számítógépek, és nem kerülnek azért több milliárdba. Több millióba lehet, hogy igen, mivel itt azért nagy rendszerekről beszélünk, tehát nem egy otthoni routerről beszélünk, amit pár ezer forintért megvesz az ember, hanem ezek azért jókora terhelést kibíró, elég komoly telekommunikációs eszközök, amik azért jó néhány millió forintba belekerülhetnek valóban, hogy milliárdba nem az biztos, tehát ha itt milliárdokat költött erre valaki, akkor ott nagyon rossz helyre ment az a pénz, de hát ezt kis hazánkban már megszokhattuk. Az új szuper számítógépek négyszer olyan gyorsak lesznek, mint a mostaniak, és 2010-es modellek lesznek. 2013, 2013, majd 2010-es szuper számítógépeket üzembe helyezni, egyébként is gáz szerintem, tehát ez itt már megint nem jó valami. És az, hogy négyszer olyan gyorsak lesznek, tehát megint csak felteszem a kérdést, hogy mire kellenek ezek a szuper számítógépek az internet működése kapcsán. Úgyhogy a jövő elkezdődött. Ez lesz tehát 15-én. Na most, ha tényleg leáll az internet, mert egyébként el tudom képzelni, csak ki kell húzni ezt a switchet a konnektorból, ez erről szól, és tényleg megáll az internet. Tehát az internet szolgáltatók, legalábbis Magyarországon, én most belemeltek, sőt, belemegyek a működésébe, csak egy picikét értse meg mindenki, hogy mekkora hülyeségekkel letetnek néha embereket. Tehát ugye az előbb beszéltem a Bixről, ahol az internet szolgáltatók, hát nem egy, hanem több switchen keresztül, de össze vannak kötözgetve. Ugye? Tehát mondjuk, ha valaki az A szolgáltatónál előfizető, és mondjuk a szomszédja, vagy az ismerőse meg a B szolgáltatónál előfizető, akkor ők úgy másolnak mondjuk egymás között adatot, hiába vannak a szomszédban, össze is köthetik magukat egyébként, és ez is jellemző egyébként az internet szolgáltatókra, hogy nem csak a Bixen keresztül vannak összekötve. Ugye ez a Bix, ez a Budapest Internet Exchange, tehát a budapesti adatkicserélő központ, ti switchbe csatlakozik be minden egyes szolgáltató. És amikor A szolgáltatótól B szolgáltatóig kell egy adatnak eljutni, akkor bemegy a Bixbe, majd a Bixből átmegy a B pontba. Tehát A pontból Bixbe, Bixből B pontba, és fordítva is ugyanezen a csatornán. Így működik, ez az általános, a normális működés. Aztán azért pont ilyen backup jelleggel, ha ne adj Isten túlterhelés lenne, vagy valakinek nincs akkora internet kapcsolata Bix felé, ami mondjuk manapság azért már nem nagyon jellemző, mert minden szolgáltató ugye most már azért jókora sávszélességekkel rendelkezik a központi gerinc felé, tehát hogy ez már nem szokott annyi a probléma lenni. Azért a szolgáltatók egymással is összekötözgetik úgy magukat. Azt mondjuk minden szolgáltató egyébként is megteheti, hogy ide-oda csatlakozik, akár egy másik szolgáltatóhoz, akár ugye, ha a külföldi sávszélességeket nézzük, tehát a külföldi adat, az minden szolgáltató, ahhoz, hogy egyáltalán Bixhez valamelyik szolgáltató Bix tag legyen, tehát csatlakozzon a magyarországi gerinc hálózathoz, itt a Magyarországon van a hangsúly, ezen a hálózaton nem megy külföldi forgalom. Tehát minden egyes külföldi forgalmat a szolgáltatónak saját magának kell megoldani. Itt most belemeltünk persze abba, hogy egy-egy szolgáltató másiktól vásárol külföldi sávszélességet, és azt lehet, hogy a Bixen keresztül adják át egymásnak, de itt most gyakorlatilag adatokról beszélünk. Tehát ha ne adj Isten a Bix így lekapcsol, kihúzzák a konnektorból, akkor is egy-egy szolgáltatót, ha más nem, külföldön keresztül, egy külföldi gerinc hálózaton keresztül, de el lehet érni. Tehát, hogy nagyon ritka az olyan eset, amikor egy szolgáltatónak ledöglik a Bix-es kapcsolata mondjuk, és attól a teljes szolgáltató nem elérhető. Tehát ilyen nincsen. Az, hogy mindegyik szolgáltató kiesik, az meg pláne elképzelhetetlen. Úgyhogy ezt tessék megérteni, hogy itt a szerverekhez ezeknek köze nincsen, és az tehát a hálózati kapcsolatok is megvannak oldva az úgynevezett backup, vagyis az átmeneti, illetve a tartalék kapcsolatok minden szolgáltatónál. Ez kötelező ugyanis. Tehát akkor lehetsz csak Bix tag, mint internet szolgáltató, hogyha ezeknek a feltételeknek megfelelsz. Tehát aki ezt leírta, azt én nem tudom ki volt, de ilyen nincs. Tehát hogy ezekre szavakat nem találok. Úgyhogy, na ezzel kezdtük a mai műsort, csak hogy nem tudom, hogy sírjak-e vagy röhögjek, minden esetre ezt döntsétek el ti magatok. Egy biztos, ezt a hírt ezt tessék teljes egészében elfelejteni, tehát ilyen nem lesz. Jó? Ha mégis, akkor ott valami más van a háttérben, az direkt van így, mert meghibásodás vagy valamilyen csere kapcsán nem kéne leállni az internetek. Tehát ha mégis leállítják, és ez tényleg bekövetkezik, annak oka van, akkor ott valaki valamiért ezt céltudatosan csinálja így. Annak az okát kutatni meg én most itt nem fogom. Jó? Úgyhogy
Ezzel a hírrel kezdtük tehát. Megyek a Skype-ra is, ott is várom a hozzászólásokat egyébként, akár ezzel a témával, akár más témával kapcsolatban is, nyugodtan be lehet kapcsolódni a műsorba és elmondani, hozzászólni. Te mit csinál a Skype? Tehát mi ez a másodpercenként egy karakter leütés, amikor begépeltem a jelszót? Gyönyörű. TV.fix.hd. Ez a Skype, amúgy frissül közben, ó, de jó. Akkor még lehet, hogy ideig nem leszünk elérhetőek Skype-on. Tehát tv.fix.hu, azért próbálkozzatok, akár egy webkamera segítségével videó formában is lehet bennünket hívni. Jó? Weboldalunkat is ajánlanám figyelmetekbe, www.fixhd.tv, itt pedig olvashattok mindenféle információt, élőadást is lehet nézni a net segítségével, illetve a videótárunkból visszanézhetőek az adásaink is. Na, jó, igen, a Skype valami nem jó, legalábbis itt bejelentkezni nem akar, frissítés sem igazából akar elindulni, na csinálj már valamit te. Nem akar. Na jó, akkor majd remélhetőleg valami történik, akkor telefonon hívjatok minket, az biztos, hogy működik, 44 51 349-es, ha kérdés van, akkor itt hozzá lehet szólni. Megyünk tovább, akkor addig van egy hírünk szintén, amit ha jól látom, akkor Ákostól kaptunk, így van, az iOS operációs rendszerrel kapcsolatban. Szeptember közepén jött ki az iOS 7-es, már hogy ugye a végleges változata, és mikor bemutatták az új iPhone készülékeket, akkor jött ki az iOS 7.0.1-es, ami egy kisebb javító csomag egyébként. Aztán jött a 7.0.2-es is, ez azt hiszem, hogy tegnap vagy tegnap előtti nap folyamán lett végleges formában elérhető, és a hírek szerint még mindig van néhány biztonsági hiba a szoftverben, amelyekre majd a 7.0.3-as jelenthet megoldást, és ezt már a partnerek és a dolgozók közzétették, és várhatóan a jövő héten a nagy közönség is megkapja. Jelenleg nem tudni a konkrét dátumot, csupán annyit, hogy valamikor a jövő héten. A verzió számból azonban tudni lehet, hogy ez csak egy kisebb frissítés, így nem fog semmi új funkciót magával hozni, inkább csak hibajavítások, amiknek rengeteg iMessage felhasználó örülni fog egyébként. A következő nagy iOS frissítés a 7.1-es lesz majd, amely a hírek szerint ebben a hónapban az új táblagépekre, tehát az iPad-ekre fog majd érkezni, illetve hát azokkal együtt, mert hiszen új táblagépeket is fog adni, ha minden igaz, októberben kiadni az Apple. Jó néhány, ugye ezzel kapcsolatban is jó néhány Facebook poszt van, én ezekből tudok kiindulni, meg hát ugye olvasom a híreket, azért sok emberrel beszélgettem, akinek iPhone-ja van, és még az Apple is azt mondta az új iPhone megjelenése kapcsán, hogy az iOS 7-es frissítését azért még okosan, óvatosan végezzel mindenki, ráadásul nem mindegy, hogy melyik verziót teszi föl, bár automatikusan egyébként a telefon, ugye ha frissít, akkor azt a verziót teszi föl, amire neki szüksége van, de nagyon sokan ugye az iTunes-on keresztül frissítgetnek, és ott viszont lehet más verziót is föltenni. Az Apple-nek az oldalán egyébként ott van, hogy melyik telefonhoz, melyik iOS 7-es frissítést javasolják egyébként. Ha rosszat teszel fel, akkor lehetnek problémák. Ebbe belefutottak többen, sőt olyanba is belefutottak többen, pont a operatőr kollégánk Petike egyébként, hogy valamiért, és ez az iOS 7-es hibája, a Wi-Fi helyett néha-néha a hotspotot kapcsolja be, ezért igazából nem a telefon van Wi-Fi-n, hanem a telefonra lehet Wi-Fi-vel hozzá kapcsolódni, és ugyanúgy a mobilnetet használja, és például a Péterünk így a tegnapi nap folyamán, tehát október első napjaiban már le is forgalmazta az ő adatforgalmát, mert hogy a laptopja véletlenül a telefonjára csatlakozott fel, és nem az otthoni hálózatra, mert hogy a Wi-Fi helyett a telefonján véletlenül a hotspotot kapcsolta be. Úgyhogy ezekre tessék vigyázni, vagy hogy véletlenül ő kapcsolta be, vagy maga az iOS tette ezt, ez nem világos, de okosan, óvatosan, kicsit, sőt teljesen más az új iOS, mint a régi volt, tehát meg kell szokni mindenkinek. Természetesen ezt is vannak, akik túl hype-olják, tehát hogy hű, de hiper, szuper és tök jó operációs rendszert kaptak, ugyebár azok, akik ezt használják. Maga az Apple is elismert, hogy vannak problémák még az iOS 7-essel, nem teljesen kompatibilis minden egyes készülékkel. Normálisan, ami azért a készülékek számát illetően az a nincs egy tucat, tehát fél tucat készülékről beszélünk, amire egyáltalán föl lehet tenni.
ahhoz képest, ha nem sikerült egy kompatibilitást megoldani, akkor ugye miért húzzuk állandóan az Androidot meg a Windowst azzal, hogy problémák vannak vele, amikor ott is a problémák nagy része a kompatibilitásból, illetve inkompatibilitásból kifolyólag szokott egyébként lenni, de jó néhány száz vagy ezerféle készülék kompatibilitásáról beszélünk ebben az esetben, nem 6-7-ről, ugye? Úgyhogy okosan, óvatosan azért tessék frissítgetni, sőt, ha már valaki föltette, akkor mindenképpen tessék frissíteni, ha van újabb verzió belőle, mert rengeteg hibajavítást is tartalmaz, mert sajnos el kell ismerni, és mondom, ezt nem én mondom, és a sajnost viszont én teszem hozzá, de az Apple is elismert, hogy tele van hibákkal, úgyhogy lassabban kicsit a hype-olgatásokkal úgy gondolom, hogy már megint elfogultak vagyunk. Én meg elfogulatlan vagyok, persze lehet a másik oldalról is nyögni a dolgokat, de én azt gondolom, hogy az operációs rendszernek még mindig az a feladat egyébként, hogy egy telefont vagy egy számítógépet működtessen, és nem azt, hogy szerelmesek legyünk egy operációs rendszerbe, de egy készülékbe sem muszáj, ugyebár. Jó, Bernadettel folytatjuk. Szia, Wendy! Azt szeretném kérdezni, hogy a Google Chrome böngészőt használom, és minap a Google keresőm Babylonra váltott, és nem tudom visszaállítani a Google-nek a keresőjét. Mi lehet a megoldás? A válaszodat előre is köszönöm. Valamilyen programot fölinstaláltál, kedves Bernadett, ami valószínűleg egy toolbart, illetve hát ezt a keresőt betette a böngésző alá. Tehát először is a programok eltávolítása és hozzáadása és eltávolítása opciót kéne megkeresni a Windowsodon belül, remélhetőleg Windows-t használsz, és rá kéne keresni, hogy mi volt az a program, ami ezt esetlegesen föltette, vagy ha van ott külön ilyen toolbar vagy keresőként a Babylonot szerepel, akkor azt eltávolítani, és akkor elvileg onnantól kezdve nem azt fogja használni a Google, hiszen egy ilyen kiegészítőt, toolbart, nem tudom másképp mondani, jó néhány program föl szokott egyébként pakolni. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy amikor installálunk egy programot, amit leszedünk a netről, akkor ne csak tovább, hanem tessék elolvasni, mi van odaírva, és például, hogyha nem akarunk ilyen toolbarokat felinstálni, akkor ezeket egyébként ki lehet szedni installáláskor. Alapértelmezetten persze be van kapcsolva, hiszen érdekük a program fejlesztőinek valamiért, hogy ezek a toolbarok felkerüljenek, de ki lehet kapcsolni általában, a legtöbb esetben. De vannak aztán persze olyan installerek, amiben nem lehet kikapcsolni, és akkor utólag kell ezeket valahogyan kibogarászni a rendszerből, és letiltani. Két dolgot tudsz tenni, illetve hármat. Az egyiket elmondtam, tehát megkeresed a programok eltávolítás, hozzáadása, eltávolítás a menüpontban is, ha van, akkor eltávolítod, vagy esetlegesen megnézed, mi az a program, amit föltettél az utóbbi napokban, és azt távolítod el, és akkor nagy valószínűséggel ezt is le fogja szedni, vagy belemész a Google böngészőjébe szépen, és a beállításoknál megkeresed először is a kezdőlapot átírod google.com-ra, akkor onnantól kezdve a Google kereső fog beugrani, és nem pedig a másik, illetve ha ez egy bővítményként került bele a Chrome-ba, akkor megkeresed a bővítmények között és letiltod, és onnantól kezdve akkor nem fogja használni. Ez a három lehetőség van így hirtelenjében. Ha ezek közül egyik sem működik, na akkor nagyon ciki van, mert akkor olyan programot tettél föl, ami annyira beitta magát az oprendszerbe, illetve a böngészőbe, hogy lehet, hogy nehéz lesz eltávolítani, van erre is példa, akkor azt így látatlanban nem tudom neked megmondani, hogy egész pontosan mi lehet vele a gond. Na, azt kaptuk, hogy nem megy a streamünk, az lehet, Krisztián? Mert akkor mérges leszek egyébként, mert érdekes módon, de megy a streamünk, úgyhogy akkor valakinél nem stimmelnek csak a dolgok, de egyébként meg valahogy mindig csak akkor nem szoktak a streamek menni egyébként, amikor nem én indítgatom újra, de mindegy. Most megy, úgyhogy nincs semmilyen probléma. Úgyhogy nálad van a gond, kedves, mindjárt mondom a nevedet, csak valamiért olyan lassan tölti be egyébként itt a dolgot. András! Ja, hát Andrásnak mindig gond van a gépével egyébként, tehát hogy így ezen nem csodálkozunk. Tibor írja, hogy jó a műsor, nagyon köszönöm, Tibor. Aztán János, szeva Wendy, mikor jön Windows 8-ra frissítés, mit tudsz róla, én már nagyon várom. Hát október, november, valahogy így, október vége valószínűleg az az esélyes, amikor ugye 8.1-es, mint úgy végleges formában is elérhető lesz, és már most is igazából RTM verzióban van, tehát már föltehető, és ugye fejlesztők már használják is,
meg letölthető, ugye ez a végleges változat végül is, de ennek egy valami, vagy egy problémája van, hogy ugye bár erre nem lehet utána majd frissíteni. Tehát, hogyha majd kijön a végleges, akkor újra kell húznod a rendszert, ugye erről korábban is beszéltünk. Úgyhogy pár hét, és itt van, hogyha mindenképpen ennyire várjuk. Egyébként várjuk, mert ugye a sima 8-ashoz képest azért valamelyest jobban el lesz látva, tehát helyre pakolgatták azért, tehát már Windowsosabb egy kicsit a történet. Jó? Aztán Attila írja nekünk, sziasztok, asztali gépen fejlesztésén gondolkodom, elsőként a mostani GT640-es videókártyámat szeretném lecserélni GTX 660-as TI verzióra. Kettőt is találtam, itt leírtad az árakat, illetve hogy milyen verziókban találtad. A kérdés az lenne, hogy mi a különbség a kettő között, hogy az előbbi mondjuk egy 10-essel olcsóbb, csak annyi, hogy az előbbi egy no-name, legalábbis számomra a cég, egy no-name cég gyártja, vagy az utóbbi tényleg tud valami olyat, amit az előbbi nem. Hát figyelj, ebben a formában így, hogy így le van írva, vagy hogy itt most ide írtad, itt tényleg csak annyi a különbség, hogy a gyártó. Tehát itt azért meg kéne nézni pontosan, gyártó specifikusan, hogy egész pontosan mi van a videókártyákban. Egyébként jellemző, hogy bizonyos gyártóknak az eszközeit, bár ugyanolyanok, mint a másik gyártó eszközei, drágábban adják. Nem meglepő, azt hiszem, hogy az ember elmegy egy bevásárlóközpontba, ott is vett különböző tejeket, mondjuk, ma most ezzel kell példáloznom, és az egyik drágább, mint a másik. Így gondolták a gyártók, hogy ők ennyire értékesítik, ide lövik be az árat, a másik gyártó meg máshova lőtte be az árat, lehet, hogy tök ugyanolyan kártyáról beszélünk egyébként, megbizonyosodni pontosan csak úgy tudsz, ha felkeresed a gyártó oldalát, és megnézed pontosan a kártyának az úgynevezett feature-jeit, tehát az, hogy mire képes, mit tud, és összehasonlítod a kettőt. Ha ténylegesen nem találsz különbséget, akkor elképzelhető, hogy akár azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy az olcsóbb kategóriás is jó, vagy a no-name-ebb, mert most igazából ki tudja, hogy egész pontosan mi lehet a tényleges különbség. Mert ha teljesen ugyanazt tudja a kártya, akkor elvileg sok különbség nem lehet. Itt maximum minőség lehet, ami különbség, tehát hogy mondjuk nem olyan anyagból van STV, de az is lehet, hogy az egész pusztán marketing, ugye, ahogy ezt is megszokhattuk már bizonyos cégeknél, tehát azért építenek rendesen arra a cégek egyébként, hogy az emberek általában márkahűek. Tehát, hogyha kipróbálnak egy bizonyos típusú eszközt, akkor utána, ha azzal elégedettek, akkor utána ugyanazt az eszközt fogják választani, hogyha mondjuk egy későbbiekben egy újabb verziót vásárolnának belőle. És ez rendesen benne van azért a levegőben, úgyhogy elképzelhető, hogy pusztán tényleg ennyiről van itt csak szó. Direkt nem akarom mondani egyébként a gyártókat, csak hogy azért, hogy ne csináljak egyiknek se reklámot. Bár az egyikről bevallom őszintén, én sem hallottam még soha. Tehát, és azért ilyenkor az ember ugye egy kicsit óvatos, nem? Tehát, hogy azért olyan márkát, amit még úgy nem próbált az ember, pláne ha ilyen összegű eszközökről beszélünk, itt azért 50-60 ezer forintos eszközről beszélünk, akkor az ember úgy nem biztos, hogy no-name-et vásárolna, mert ha ne adj Isten, mégsem megbízható márkáról beszélünk, akkor ennyi pénzt kidobtunk az ablakon, azt lehet, hogy elromlik, mintha a másikat vennénk, az lehet, hogy sokkal tovább tart. Viszont egyáltalán nem biztos, hogy így van. Ugye? Tehát ez az, amely egy kicsit lutri. Tehát nagyon, sőt, nem is kicsit, nagyon lutri, mert annyiféle eszköz van egyébként, és annyi gyártó, hogy az ember már tényleg nem tudja, hogy melyiket is ajánlja, és én bevallom őszintén, most már nem is szoktam kimondottan márkákat ajánlani. Rengeteg kérdést kapok pedig ezzel kapcsolatban, hogy ugyanígy, hogy te is írtad itt két különböző márkát, ugyanígy mondjuk alaplapokkal, ugyanígy videókártyával kapcsolatban kapok rendszeresen ilyen kérdéseket, és mondjuk nagyon nehéz eldönteni néha egy-egy gyártó, vagy mondjuk két gyártó közül, hogy melyik lehet a jobb. Mert igazából, ha ugyanolyan eszközről beszélünk, csak más a gyártó, és még mindkét gyártó esetében mondjuk olyan gyártóról beszélünk, akik mondjuk nem no-name-ek, hanem azért már hallottuk őket, vagy hallottuk a nevüket a számítástechnikai vonalon, akkor nagyon nehéz eldönteni egyébként. Tehát tényleg az ember ilyen tehát nem tudok rá konkrétan mit mondani, ez a baj. Úgyhogy utána kell olvasni, fórumozgatni kell, kicsit nagyobb utánajárással tud az ember végül is dönteni. De szerintem minden esetben így van, nem? Tehát, hogyha az ember mondjuk egy új mobilt vesz magának, ott is mi alapján döntünk?
döntünk a kinézet alapján. Mondjuk egy videókártya esetében nem csak mindegy, hogy hogy néz ki, is benn van a gép belsejében, tehát mondjuk ez kevésbé fontos egy ilyen számítógépes eszköz esetén. De mondjuk egy mobilnál már fontosabb. Tudás, gyorsaság, operációs rendszer, ugye márka hűség alapján is dönthet az ember, hogyha valaki meg van elégedve egy bizonyos márkával, és mindig olyan eszközöket használt, akkor nagy valószínűséggel azt a márkát fogja a jövőben is keresni, bár lehet, hogy ettől még lehet, hogy az ő igényeinek megfelel, akkor tökéletes. Tehát nincs olyan jó, meg jobb, meg ilyenek, van persze, de tehát, hogy azért a legtöbb gyártó fej-fej mellett halad egyébként a fejlesztésekkel, tehát majdnem, hogy minden gyártó kínálatában egyébként ugyanazok az eszközök, ugyanolyan tudással megtalálhatóak, csak máshogy néz ki, máshogy van brandelve, és akkor ezáltal ilyen sztereotíp hozzáállás van kicsit, hogy azért, mert az egyik egy nagyobb cég, akkor az biztos jobb eszközgyárt, STB, ezek nem feltétlenül vannak így egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy aki új eszközt vásárol, akkor alaposan, tüzetesen járja körbe azt, hogy az eszköz az mit tud, ha tudja, próbálja ki, ugye bár mondjuk egy mobil esetében, és kicsit játszom vele, ismerkedjen vele, és akkor utána döntsük el, hogy ez a jó vagy a másik. Így lehet választani. De hát ez rátok van bízva, ebben már tényleg nem nagyon tudok segíteni. Persze, hogyha alapvetően van különbség két eszköz között, akkor ott azért lehet egy olyat mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik talán. De a két ugyanolyan kategóriai eszköznél ezt néha nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik a jobb. Csak gyártó alapján. Rendicsek, megyünk tovább, Tamással folytatjuk. Szia, Vendi, az lenne a kérdésem, hogy Androidot lehet manuálisan frissíteni, vagy meg kell várni, míg a szolgáltató kiadja a frissítést? Lehet, de ugye azt csak úgy lehet, hogyha az ember úgynevezett custom firmware-t, vagy tehát, hogy valamilyen főzött romot, ez magyarul elég hülye hangzik, de így lett talán lefordítva, de valamilyen főzött romot tesz rá. Ugyanis, ha nem nincs, a gyártó nem adja ki a frissítést, akkor a telefon magától nem fog lefrissülni. Be lehet szerezni innen-onnan frissítéseket, akár rootolt firmware, tehát főzött, módosított romok formájában, például olyan készülékekre is, amiből például a gyártó lehet, hogy nem is adott ki alapból mondjuk újabb Android verziót, ettől függetlenül létezhet alternatív helyekről, be lehet ezeket szerezni, viszont azokat csak úgy nem lehet feltenni a telefonra, annak megvan a megfelelő procedúra, hogy mit kell ahhoz megcsinálni a telefonon, megrútolni, felmásolni az SD kártyára, ugye recovery managerből kell felpakolni, szóval azért ez némi kis háttértudást igényel, de persze megint csak azt tudom mondani, mint az előbb, le lehet fórumozni mindent. Tehát annyi ezzel kapcsolatos fórum, meg weboldal létezik, ahol ezeket pontról pontra szépen leírják, hogy ezek alapján lehet igazából mondhatom úgy is, hogy megtanulni ezt, hogyha az ember ráfekszik és egy kicsit foglalkozik vele, kicsit próbálkozik vele, bár itt azért nagyon óvatosan a próbálkozásokkal, mert el lehet rontani. Tehát benne van ugye itt a firmware módosítások kapcsán a levegőbe az, hogy és mindig oda is teszik az ilyen oldalakon egyébként, hogy csak saját felelősségre, ugye at your risk nagy piros betűkkel mindig oda van írva, ez nem véletlenül van odaírva, tehát ezt akik ezeket a leírásokat, vagy konkrét pontról pontra történő frissítéseket szépen leírják, ők is felhívják a figyelmet arra, hogy ha ne adj Isten, a te telefonodon mégsem úgy viselkedik, ahogy az le van írva, vagy valami elromlik, ezért ők nem vállalják a felelősséget, és utána te sem tudsz igazából ezzel mit kezdeni, csak szervízben fogják ezt utána neked tudni orvosolni, mert megjavítható, ugye már, de például egy garanciális eszköz esetén ez általában garanciavesztéssel jár. Úgyhogy erre én mindig felhívom a figyelmet, hogy lehet alternatív megoldásokkal akár újabb operációs rendszert varázsolni a telefonra, de csak saját felelősségre, és én ebben nem szeretnék semmilyen szinten segítkezni egyébként. Jó? Úgyhogy ne az jöjjünk, hogy bezzeg a Vendi azt mondta, és az ő hibája. Én ebből így kiszálltam. Jó? Jó, Viktorral folytatjuk. Szia, Vendi, hálózattal kapcsolatban szeretnék kérdezni tőled, van egy meglévő wifi routerem, és szeretnék egy másikat is, amit a háznak a másik felébe szeretnék tenni, egy kertes házról van szó, mivel ott nagyon gyenge a wifi, vagy egyáltalán nincs. A kérdésem az lenne, hogy a második routert érdemes-e az első routerből kötni, vagy elég, ha oda is a bejövő netes UTP-t kötöm rá, vagy ez teljesen mindegy. A célom az lenne, hogyha csatlakozok rá egy eszközzel a hálózatra, egyenként kezelje egy jelszóval a két routert, ne kelljen két felé. Köszönöm a segítséged, nagyon jó a műsor, Viktor. Na, Viktor,
Hát ez az elképzelés, amit te szeretnél, ez megvalósítható, de nem így. Következő a helyzet. Amiről te beszélsz, több megoldás is van. Belemegyünk, jó? Mert egyébként érdekes a téma, és hát ha más is akar ilyesmit. Első körben én először is inkább azt csinálnám, hogy nem egy másik routert vennék, hanem egy erősebb antennát a routerhez. Mert ugye a routernek a beépített antennája az mondjuk általában egy 5-6 decibeles van, amelyik gyártó esetében van 8 decibeles antennát tesznek rá. Ez valóban nem olyan nagyon nagy teljesítmény. A 8-as az már egész nagy egyébként, de lehet kapni külső antennát a routerhez, amit gyakorlatilag leszereled, ami rajta van. Általában leszerelhető a routerekről az antenna, bár nem mindegyiknél teszem hozzá, de amelyiknél nem leszerelhető, ott meg lehet hozzá csatlakoztatni külön külső antennát. Tehát mindenképp egy külső antennát célszerű vásárolni, egy nagyobb teljesítményüket, tehát ilyen 10 decibel fölött itt. Vagy, ha kimondott irányba akarod ellőni ezt a jelet, ugye a legtöbb, meg a routerekhez adott antenna is, úgynevezett körsugárzó antenna. Tehát minden irányba szórja a netet. Vannak viszont irányított antennák, amik kimondottan abba az irányba szórják a netet, amelyik irányba vagy. Ezt mondjuk el kell határozni, hogy mi a cél, tehát hogy egy irányba akarod, de mondjuk távolabb ellőni, mert az irányított antenna erre pontosan alkalmas, vagy pedig azt akarod, hogy minél nagyobb területet fedjél le. Mert ha minél nagyobb területet akarsz lefedni inkább, akkor körsugárzó antenna kell, de nagyobb teljesítményű, tehát 10-12 decibel környéki antennával, azért már egy 3-400 négyzetméteres területet úgy le lehet fedni, persze ez függ a környezeti körülményektől is, de általában azzal már azért le lehet. És általában a routereken ennek a fele van teljesítményben, tehát mondhatni, hogy kétszer akkora teljesítményt ki lehet hozni egy routerből, hogyha egy nagyobb antennát veszel rá. Ha olyan távolságokról beszélünk, ami nem áthidalható, mert mondjuk nagy ház van ott körülött, vagy mondjuk a területen, tehát nem tudsz átlőni ugye a házon, mert ahhoz már azért nagyon nagy teljesítmény kéne, ott szoktak úgynevezett bridge-elést csinálni. Ehhez nem is igazából routert kell venni, hanem egy úgynevezett access pointot, amit egyébként a routerek nagy része tud, tehát akár egy routert is vehetsz, amit access pointként üzemeltetsz, hozzá kötve a másik routerhez, és úgy valóban ugyanazokkal a paraméterekkel ő tudja úgymond sokszorozni, tehát bridge-elni annak a routernek a jelét. És akkor ugyanolyan paraméterekkel tudod működtetni gyakorlatilag a másik routert is, mint ami az első router esetében van így. Óvatosan kell, mert nem minden router hajlandó a másikkal access point üzemmódban működni, tehát hogy ez nagyon gyártófüggő, úgyhogy ha ide kerül a sor, ezt így látatlanban én nem tudom neked elmondani, hogy pontosan milyen beállításokat hogyan kell megcsinálnod, ugyanúgy kell egyébként, mint egy router beállítást csinálni, csak éppen access point módba kell kapcsolni, és utána a másik routernek a paramétereit kell ugyanoda beállítani. Ez az alapbeállítás, de hogy most melyik gyártó esetében pontosan ezt hol kell beállítani, ugye ez ahány router, ahány firmware, annyiféleképpen kell megcsinálni, úgyhogy ebben így látatlanban nem tudok neked segíteni, de ez a lényeg, hogy így tudod ezt megoldani. Tehát, hogy vagy egy access pointot, vagy egy routert, az mondjuk már ilyen szinten mindegy, melyiket, vagy de nem mindegy, mert olyan router kell akkor, amelyik működik access point módban, vagy sima routerre is megoldható, és akkor mindenképpen össze kell vele kötnöd, tehát akkor így is úgy is el kell húznod oda egy kábelt a másik terület környékére, ahova a másik routert rá akarod kötni, és akkor igazából csinálsz egy ilyen alhálózatot is, tehát nem muszáj bridge-elni, hanem alhálózatként is megoldható, csak akkor ugye az egyik router függ a másiktól. Olyan szinten, hogy mondjuk ha az a kábel az nincs jól összekötve, akkor az úgy nem megy, viszont az access pointok egyébként tudják wifi-ről is venni a jelet, tehát a másik routernek a wifi-jén keresztül, tehát ott nem muszáj összekábelezni. Olyan megoldás is létezik, tehát ez megint csak router beállítás vagy access point beállítás kérdése, hogy hogyan veszi és hogyan adja a jelet, ugye, hiszen egy adóvevő berendezésről beszélgetünk alapvető esetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy első körben inkább az antennával próbálkozz, mert hogy az olcsóbb egyébként is. Tehát 1-2000 forintért veszel egy nagyobb teljesítményű, mondjuk egy ilyen 10-10 pár decibeles antennát. Az, hogy körsugárzós vagy irányított, ez ugye megint csak neked kell eldönteni. Az is megoldás, ha olyan routered van, aminek két antennája van esetleg, hogy az egyiken meghagyod a körsugárzót, és a másikra teszel egy irányítottat, ugyanis ha csak egy irányított van rajta, akkor meg az lesz a probléma, hogy az a router, amit te helyben akarsz használni, az nem fog működni normálisan, mert ugye elirányítja, tehát más szögből veszi meg, adja a jelet, tehát mondjuk a router hátam, a másik szobában már lehet, hogy nem fog menni.
Ha viszont két antennás, és az egyik, és diversity módra van ugye állítva a routernek a vételi lehetősége, akkor az egyik egy körsugárzó, a másik egy irányított, akkor az egyik körsugárzó mondjuk épületen belül annak is elégnek kell lenni, és a másikat esetleg irányítottan át tudod lőni messzebb is. Egyébként ilyen technológiával, irányított antennával, persze a megfelelő környezeti viszonyok, ha megfelelnek, akár egyébként több kilométert is át lehet lőni. Tehát nem csak a kertnek a végébe lehet elvinni az internetet, hanem akár, nekem van olyan ismerősöm, igaz, hogy vidéken lakik, és ott azért kisebb a wifi szennyezettség, hogy például ő 2,5 kilométerre lakik a munkahelyétől, ami elég magasan van, és például ő úgy használja otthon az internetet, nincs is otthon internet, hanem a munkahelyéről, persze úgy, hogy a főnökével ez meg van beszélve, tehát most nehogy ezt hozzuk ki belőle, hogy lopja a netet, nem lopja, meg van beszélve, a főnök, tehát megcsinálta, hogy a munkahelyéről egy irányított antennával gyakorlatilag hazalövi az internetet, és mondom, 2-2,5 kilométerre lakik a munkahelyétől, és tökéletesen jól tud netezni. Tehát ilyen módon is meg lehet oldani, és igazából két irányított antennáról beszélünk, amik egymás felé néznek nagyjából, tehát nincs közötte fa, vagy még lehet, hogy az is van, tehát ennyi tűrés határ azért van, de egy irányba kell, hogy nézzenek, és persze környezeti viszonyoktól is függ, mert ha szakad az eső, szakad a hó, köd van, ez van, az van, épületek, fák vannak ott körülötte, vagy valamilyen elektromos vezeték, azért ez mind belerondít egyébként abba, hogy mennyire stabil egy kapcsolat. De neki szerencséje van, tehát ő tök jól tudja használni a netet, és ilyen gyakorlatilag azt mondja, hogy 54 megás routere van, tehát ilyen G-s hálózatú routere, és ilyen 25-30 megával tökéletesen tud szinte mindig netezni otthon. Úgyhogy ilyen megoldások is léteznek, mondom, nem csak a hátsó kertbe lehet kivinni a netet, hanem akár kilométereket is át lehet lőni, egy viszonylag egyszerű 15-18 decibeles irányított antennával ezt ő meg tudta oldani, és kell persze egy router, illetve egészségedre egy access point a másik oldalra is, hiszen azért ugye adó meg vevőként, illetve adóvevő mind a kettő, de a két berendezésnek azért meg kell lenni, bár teszem hozzá, hogy ha csak egy számítógépbe kell, akkor akár ezt egy wifi kártyával is meg lehet oldani, muszáj oda router, de azért célszerű, ha az ember még esetleg még tovább akarja osztani, tehát már komplett hálózatot akar építeni, akkor nem árt, ha a másik végén is egy router van, ami ugye access pointként működik, tehát ugyanazt a netet. Tehát olyan, mintha fölkapcsolódna a munkahelyi wifi-jére, gyakorlatilag ezt csinálja a srác, csak éppen a munkahely az 2,5 kilométerre odébb van, tehát így működik a dolog. Jó? Úgyhogy Viktor, antenna első körben, ha úgyis gyenge a jel, akkor érdemes access pointba gondolkodni, csak azért mondom, mert az már egy kicsit drágább mulatság. Tehát akár routerrel oldod meg, akár access pointtal, az már azért a 7-8-10 ezer forintos kategória már, hogyha routert kell venni. Egy irányított, vagy egy bármilyen antenna, akár körsugárzós, akár irányított, meg egy pár ezer forintból megvan, tehát spórolhatsz is vele, és lehet, hogy bőven elegendő is, és egyszerűbb is, mint összekonfigurálgatni egyébként az access pointot, ott azért több a hiba lehetőség is. Lajossal folytatjuk, aki külső merev lemez vásárlás előtt áll, tudnál adni pár tippet, hogy mire érdemes odafigyelni? 2-3 terrásat szeretnék, és úgy használnám, hogy a routerre dugva osztanám meg róla az adatokat. Király a műsor, így tovább. Hát az az igazság, hogy a ma kapható merevlemezeknél olyan túl sok mindenre nem nagyon tudsz figyelni. A forgási sebessége az azért jó, hogyha 7002-es. A csatoló felülete ugyebár itt az a kérdés, hogy a külső merevlemezt azt te most milyen módon akarod a routerhez csatlakoztatni. Ugyebár, tehát ott szükség van valamilyen házra is hozzá, ugye már, mert a vinyót csak így nem tudod letenni. Tehát vagy egy dokkolót veszel, amiben így egyszerűen kicseréled a vinyót, meg tudjuk mutatni kint, be tudod hozni a dokkolót, csak hogyha valaki még nem látott ilyet, hogy tudjuk prezentálni, és hogy miről beszélünk. A külső mobil rekket azt most nem tudom, hogy fogunk-e tudni nektek mutatni, mi egy dokkolót használunk egyébként erre, ami praktikus, hogyha állandóan cserélgeti az ember a merevlemezt. Így néz ki a dokkoló gyakorlatilag, most nem a márkát letakarom, hogy ne az legyen itt a lényeg, tehát ide becsúsztatja az ember a vinyót. Ha hozol egy vinyót, akkor még azt is meg tudjuk mutatni, hogy hogy kell gyakorlatilag. Amint látjátok, a nyílásból van kicsi is, meg nagy is. Tehát ebbe kis mobil vinyót is bele lehet nyomni, meg nagyot is. Itt a vinyó, ugye? Hát ez speciál pont nem nyomni, mert satás. Az meg egy atás vinyó, de hogy nincs, a fiókba kell lennie.
Na mindegy, tehát bele lehet tenni, USB-s vagy ez Firewire-en keresztül is működik egyébként, ez egy kicsit, de még eSATA is van rajta, USB, eSATA, Firewire, és akkor ezeket rákötöd a számítógépre, vagy akár a routerre, ugye USB-n keresztül rá tudod kötni, jó esetben fölismeri, de azért vigyázzunk, mert a routereknek az úgynevezett, hát ez ugye a DLNA-s megoldásnak hívják ezt, azért az nem minden esetben hajlandó bármilyen ilyen rekket, vagy vinyót, vagy bármit úgy fölismerni, tehát vagy kapacitás kérdése is, de van, hogy ezeket az eszközöket sem nagyon szeretik ezek. Úgyhogy lehet, hogy egy sima, egyszerűbb mobil rekket mondjuk jobban szeret. Ugye az meg egy olyan, hogy bele kell csomagolni a vinyót, össze lehet csavarozni, és akkor gyakorlatilag kijön belőle USB, és azon keresztül csatlakoztatod a számítógépre vagy a routerre. Ez azért praktikusabb, mert ennyi gyakorlatilag a behelyezése. Tehát fogod, puty, és benne van. És működik. És menet közben, ugye ez hot swap-es, tehát menet közben cserélhető, nem kell hozzá semmit kihúzni, tehát egy másik vinyót akarsz rádugni, akkor sutty, kihúzod, beleteszed a másikat, sutty, és már ismeri is fel a Windows, és gyakorlatilag működik. Több-kevesebb eset, tehát hogy vannak olyan problémák, amikor egyébként nem mindig működik ez ilyen egyszerűen, tehát azért vannak néha ennek a hot swap-nek még problémái, de ez szoftveres kérdés már, tehát hardveresen ennek egyébként működnie kell normálisan. Úgyhogy így néz ki egy ilyen történet. Ilyesmit javaslok egyébként, vagy egy mobil rekket, amit rákötsz szépen a routerre, és akkor elvileg ugye ott azon belül tudod megosztani tehát ilyen file megosztással valóban, hogy a hálózaton keresztül látszódjon. Ez a 2-3 tera, ez nem mondom, hogy nem működik, működik szerintem, de azért ennek olvas utána egy-egy mobilrek meg router esetében, hogy mit hajlandó normálisan kiszolgálni, mert nehogy meglepetések érjenek. Tehát, hogy azért itt nagyon nagy adatmennyiségről beszélünk 2-3 terra esetén. Bár egyébként manapság nem tűnik akkorának, de azért még mindig a közepesek közé tartozik, azért ezek a vinyók még mindig azon a határmesdjén vannak, amikor én egyébként is azt szoktam mondani, hogy ez akkora mennyiségű adat már egyébként, hogy ha itt valami gáz van az adott vinyóval, akkor sok adat veszik el. Ugye? Tehát ilyenkor szokott az ember persze kérdés, hogy mire használjuk egész pontosan, mondjuk céges környezetben, ilyenkor azért érdemes a rédelt megoldásban, lehet kapni olyan DLNA-s dobozokat, alapból két vinyó van benne, össze van tükörözve, ott már van biztonság. Tehát az egyik meghal, a másikon még mindig rajta vannak az adatok, tehát itt a biztonsági szempontból sem elhanyagolható, ekkora adatmennyiség esetén már. Jó? Úgyhogy amire érdemes odafigyelni, az a sebesség mindenképpen, tehát 7200-es fordulatú, ugye, mert 5400-eseket is lehet kapni, de azok azért picit még lassú vinyók, bár attól függ, mi a cél. Tehát pont, ha ilyen adattárolásra kell, vagy mit tudom én, arról szeretné a filmeket, zenéket, fotókat, ilyesmiket megosztani, akkor ott azért annyira bődületesen nagy forgási sebesség nem kell a vinyónak, de azért nem árt a 7200-esbe gondolkodni. Hát most az ilyen cash meg ilyenek, hát ott is minél nagyobb, annál jobb, de hát sajnos az ára is annál nagyobb, tehát ott azért addig kell nyújtózkodni, amíg az ember takarója ér. Oké? Okay. Jó. Megyünk tovább. A Skype-on is van itt valami. Karcsi írja, hogy jó a műsor. És hogy tegnap nem én voltam, de most örül, hogy én vagyok. Köszönöm szépen, kedves Karcsi, a bíztatást. István írja, hogy működik a stream, ne aggódjak. Hát nem aggódok én, de illetve de, én egy ilyen aggódós vagyok, ez van egyébként, tényleg. Tehát, hogy csak néha belefutok abba, hogy egy-egy emberke írogat, vagy direkt, vagy csak fél információképpen, vagy nála nem megy, és én vagyok olyan lelkiismeretes, hogy rögtön megnézem, hogy mi a probléma, és akkor megnyugszom, amikor rájövök egyébként, hogy nem nálunk van a probléma, de néha van nálunk is, előfordul, és mindig mondom is, hogy szóljatok tényleg, tehát ez nem ciki szólni, nekünk ciki, hogy nem vesszük észre ezt, csak hát ugye mi is, amikor itt újraindítgatjuk az adást, meg ilyenek, akkor rá szoktunk nézni, de hát néha fogja magát ugye a videó kiszolgáló szerverünk, és ugye elveszti a kapcsolatot a stúdióval, mert ugye itt a stúdióban látjuk, hogy megy ki a jel, itt mögöttem van egy gép, azon látszik, hogy megy, nem itt szokott általában a probléma lenni, hanem a szerver és itt az encoder között áll meg néha a kapcsolat, valamilyen okból kifolyólag, tök véletlenszerűen egyébként, tehát nincs ennek egy ilyen
sajnos egy ilyen metodikája, hogy most emiatt leáll, mert akkor azt lehetne javítani, és pont abból kifolyólag, hogy véletlenszerűen van ez így, nem lehet rájönni, hogy mikor van a hiba. Úgyhogy szóljatok, ha ilyet tapasztaltok, nyugodtan, jó? Tehát ezt mi nem veszünk zokon, csak még az adás előtt szóljatok, jó? Tehát, hogy ne az legyen, hogy az adásban kell itt az embernek megcsinálni, illetve, hogy ugye ezért nem tudjátok esetleg az adást nézni, mert nem megy. Úgyhogy köszönjük szépen azoknak, akik alapból jelzik, de bizonyosodjunk meg, hogy ténylegesen nem nálunk van otthon a probléma. Tehát, hogy az esetek nagy részében egyébként az szokott a probléma lenni, tehát nem nálunk van itt a gond, hanem néha azért inkább nálatok. Tehát több az a hibaszám, ami a felhasználóknak a hibája, mint a szolgáltatóknak, és ez általában egyébként máskor is így van. Csak hajlamosak a felhasználók rögtön a szolgáltatóra kenni, ugyebár, hogy biztos ott van valami probléma. Először, ha a saját házatájékán nézze mindenki szét, és ha ott mindent rendben talál, akkor lehet a szolgáltató felé fordulni. Diánával folytatjuk. Kovács Dia, szevasz Dia. Hello Wendy, egy elég aktuális problémám lenne, vagyis kérdésem, remélem van rá válasz, sok helyen próbáltam utána olvasgatni. Vannak ezek a mobil vírusok, de van olyan is már, hogy aki ért ehhez, a szándékkal rátelepíti a mobilodra, és ezek tudom láthatatlanok is, és a háttérben küldi át az összes infót, amit épp a telómmal csinálok. Kérdésem az, hogy mi az a 100%-os megoldás arra, hogy eltávolítsam valahogy, vegyek új telefont? Köszi, kíváncsian várom. Azt gondolom, Dia, hogy ez kicsit túl van misztifikálva. Tehát ezek így szeretik az embereket rengetegszer, és ez mostanában jellemző, így paráztatni. Ugye az újságírók is, meg ugye egyáltalán ilyen sztereotíp hozzáállás van az emberek részéről, hogy lefigyelik, lehallgatják, mobilvírusok, STB. Én azt gondolom, persze vannak mobilvírusok, de nagyon ritka. Én például még sosem találkoztam vele, tehát igazából személyes élményekről nem is nagyon tudok beszámolni. Én szerintem ez túl van misztifikálva, tehát nem nagyon van ilyen. Vannak programok, amiket ha felteszel a telefonodra mondjuk, ugye okostelefonról lévén szó, azok ugye különböző engedélyeket kérnek, hogy a telefonon belül mihez férhetnek hozzá, személyes adatokhoz, hálózati kommunikáció, STB, tehát amikor teszed fel az adott szoftvert, akkor ez látszik, ugye, hogy mihez akar hozzáférni. Ha egy olyan szoftvert teszünk fel, ami nem megbízható forrásból van, gondolok itt arra, hogy valakitől kapod e-mailben, vagy valamilyen weboldalról töltöd, és ez nem a Google Play, ha mondjuk Androidról beszélünk, vagy iPhone esetén ugye az App Store, akkor azért tessék tényleg fenntartásokkal kezelni egy-egy szoftvert, és mondjuk, ha ő olyat akar ez a szoftver, hogy személyes adatokhoz akar hozzáférni, meg ilyesmi, akkor lehet, hogy el kell gondolkodni azon, hogy ezt a szoftvert nem biztos, hogy érdemes feltenni, mert valóban benne lehet a pakliban, hogy valami olyan úgynevezett hátsó kaput tartalmaz a szoftver, aminek segítségével akár be lehet jönni a te telefonodra, vagy a te telefonod automatikusan küldözget személyes adatokat valamilyen valakinek, vagy valakiknek, vagy valamilyen célból, reklám célzattal, tehát hogy spambe, utána e-maileket kapjál és reklámajánlatokat benne, vagy valamilyen olyan támadó kódot tartalmaz, amit mondjuk az eszközt felhasználva te is egy támadóvá válsz, és akkor az ugye egy belassítja a telefont STB, tehát hogy igazából amit a megbízható forrásból töltesz le, ott azért ez kevésbé jellemző, ott is vannak persze olyan programok, akik tele vannak reklámmal, meg földobál mindenféle ablakot, meg ilyesmi, de hát ugye ez az ingyenes programoknak ez a hátulütője. Én azt gondolom, és ezt szoktam mindig mondani, ahogy itt a számítógépek esetében is, tehát dettó ugyanez ráhúzható a mobilokra is, hogy olyan programot tegyünk föl csak a telónkra, amire először is megbízható forrásból szerzünk be, másodszor is tényleg szükségünk van rá. Tehát ne próbálgassunk mindenféle programokat szerintem a telón, először inkább olvassunk utána. Tehát, hogyha egy adott programot föl szeretnénk tenni a telóra, akkor ugyanúgy, mint a számítógépek esetében is, ott az internet, a Google a barátunk, tessék utána olvasni az adott szoftver mire való. Ha tényleg kell nekünk, mert annyira megtetszik, na akkor vetemedjünk odáig, hogy ezt kipróbáljuk. De nem ismerek olyan embereket, hogy orba szájba töltöget le a Google Play-ből, vagy már nem is onnan, mert ugye fizető szoftverek lennének, ezért már torrentről szerez be fizető szoftvereket, ugye, ami alapból már megint szerzői és jogvédelmi kérdéseket vet ugye alapból föl, és pakolgatja föl a telefonjára, és csodálkozik, mindenféle megbízhatatlan forrásokból szerzi be ezeket persze, és csodálkozik, hogy lassú a telefonja, lefagy a telefonja, ő is paranoiás, hogy ellopják az adatait,
ugye? Tehát mindezt annak a tudatában mondja, hogy ő olyan dolgokat csinál, amivel persze ki is teszi magát ennek a kockázatnak, tehát logikus. Úgyhogy aki nem csinál ilyeneket, tehát nem installálgat szoftvereket, vagy appokat a telefonjára, vagy csak olyat, ami megbízható forrásból van, ott nem nagyon kell az ilyentől tartani. És ugyanezt mondom a számítógépek esetében is, tehát állandóan parázunk a vírusoktól, ha nem orba-szájba töltögetünk le ilyen-olyan oldalakról, ilyen-olyan tartalmakat, meg szoftvereket, és tesszük fel a telefonunkra, akkor olyan nagyon nem jönnek vírusok egyébként. E-mailbe is nagyon nem jellemző, mert a nagy e-mailes rendszerek, a Google-től kezdve a Hotmailig, ki ugye mit használ, ott alapból a vírus ellenőrzés egyébként, spam szűrés, tehát nem jönnek át a rostán már alapból. Nagyon ritka eset. Tehát ha az embernek nincs vírusírtó a gépén, akkor se nagyon jellemző, hogy beszedne vírusokat. Nekem van, de még sose jelzett, hogy vírusos lenne a gépem, de azért, mert én okosan próbálok tartalmat fogyasztani, és nem mindenhova kattintgatok, meg olyan oldalakon járok, hogy vissza se találok róla, de sokan meg ezt csinálják, meg kutakodik, letöltöget, próbálkozik, nincs ezzel gond, csak ott benne van a pakliban, hogy vírusos lehet az adott tartalom, mert ugye ilyen világot élünk. Úgyhogy nem kell ezt annyira túlparázni. Ha meg mégis becsusszan egy-egy ilyen, van mobilra is vírusírtó, most mondhatnám, hogy igen, lehet, hogy akkor olyat fel kell pakolni, de ugye azt is megbeszéltük, hogy a mobilra írt vírusírtók nagy része az nem arra van kitalálva, hogy a mobilra érkező vírusokat szűrje, hanem pont olyan tartalmakat szűr, amit későbbiekben, ha nehogy Isten, a számítógépre másolsz, vagy tovább küldenéd, tehát dokumentumok, ilyesmibe, amik számítógépre pen aktív vírusok, tehát mobilon nem tudna terjedni, de amíg az egy vírusos fájl, lemásolod gépre, vagy tovább küldöd valakinek, és ő futtatja, akkor ott okozhat károkat, de ezeket kiszűri például a mobilon feltelepített vírusírtó. Csak ugye ezzel az a baj, ami a gépeknél is, hogy egy vírusírtó, mivel állandóan figyel, néz, ez fogja kicsit az erőforrást, tehát tényleg lassítja a telefon, ha tetszik, ha nem, tehát én nem igazán vagyok a híve annak, hogy a mobilon futtasson az ember vírusírtót. Ha valakinek gyors a telója, akkor lehet, hogy ez jobban belefér. Azért lassabb telókra én nem javasolnám a vírusírtó telepítését, hanem inkább az észszerű, tehát az ésszel való tartalomfogyasztást, meg app installálást javasolnám inkább mindenkinek. Jó. Híreket kéne még mondanom itt a hátralévő egy-két percben. Csak azokat akarom mondani, amik esetleg érdekesek lehetnek. Ugye iPhone 5S-sel kapcsolatban van egy olyan újdonság, hogy 64 bites architektúrára épül már az úgynevezett A7-es chip, amivel ellátták, csak hogy gyakorlatban igazából a 64 bites alkalmazás futtatásnak mobilokon sok értelme nincs, ezt mondják legalábbis, és csak egy marketing trükk az Apple részéről ez a 64 bites chip. Az Apple múlt hónap elején bejelentett új iPhone-ja, az 5S, egyik a cég által legerősebben hangsúlyozott újdonsága az volt, hogy egy 64 bites processzorral rendelkezik, ami az almás cég szerint fantasztikus táblatokat nyit meg a készülék számára. Egyébként ez nem hülyeség, tehát a jövőben lehet, hogy ennek lesz értelme, most még nincs. Az újítás valódi értékét szakértők már a kezdetektől fogva azonban kétségbe mondták, a héten azonban az ügyben megszólalt az egyik legnagyobb mobil chipet gyártó vállalat vezetője is, aki egyértelműen átverésnek nyilvánította az Apple bejelentését. Meggyőződésem, hogy ez csak egy marketing trükk részükről, a felhasználók számára semmilyen előnnyel nem jár a 64 bites technológia, közölte Anand Chandrasekhar, a Qualcomm elnök helyettese a hét elején egy interjúban. A vezető elmondása szerint ugyanis a 64 bitesség előnyeit elsősorban csak olyan nagy memória tartományok kezelése során lehetne kihasználni, amekkorával nem hogy az iPhone 5-ös, de még az annál jóval erősebb hardware-re érkező más készülékek sem rendelkeznek, és ebben egyébként igaza van. Tehát, hogyha tényleg belegondolunk, hogy mire jó a 64 bit, akár a számítógépek esetében is, akkor ebben teljes mértékben igaza van, de abban meg az Apple-nek van igaza, hogy ez hatalmas táblatokat nyithat majd a jövőben. Tehát ebben a telefonban lehet, hogy tényleg semmi értelme nincsen, bár a párhuzamos többszálú 64 bites adatfeldolgozásnak azért megvan, más előnyei is vannak, tehát minimális gyorsulással valóban jár, de azért nem akkorával, mint amilyennyire ez fel van fújva.
A 64 bitre elsősorban, na erre befrissül az oldal, pillanat. A 64 bitre elsősorban a 4 gigán túli memória címzésnél van szükség, ez így van. Pont. A teljesítmény szempontjából szükségtelen, hogy azok az alkalmazások, amikben kihasználásra kerül nagyrészt óriási szerverszintű alkalmazások, ez azért nem van így teljesen, mondta el az igazgató úr, aki egyébként korábban egy másik nagy chipgyártónál, az Intelnél dolgozott. A vezető elmondása szerint a 64 bites technológiára áttérés a fentiektől függetlenül le fog zajlani egyébként az ARM processzorok piacán is, azt azonban nem a táblagépek és a mobiltelefonok fogják kikényszeríteni. Ehelyett a 64 bites ARM lapkák elsősorban szerverekben fognak először elterjedni, és csak onnan kerülnek majd át a mobil készülékekbe, ahol azonban még jó ideig nem lehet majd tömegesen számítani a megjelenésükre, azon egyszerű oknál fogva, hogy ott még jelenleg semmi értelmük sincsen. Én ezt gyakorlatilag abban, akkor mondtam már ugyanezt el, csak persze nem ilyen vaskalapossággal, amikor az egészet bejelentették. Ugye én már akkor kihangsúlyoztam, hogy valóban nem tudom, mennyire van sok értelme ezeknek a tehát mobilon belül, még most valóban, és itt most ő fölé sorolt egy-két olyan dolgot, amiben teljesen igaza van egyébként, tehát nincs igazából szükség, tehát annyival nem lesz gyorsabb, sőt, tehát bizony, mivel az applikációk nagy része mindig 32 bites, vagy van, ami 16 bites módon működik, ugye ráadásul egy csomó app az webes applikáció, tehát külső webböngészőt hív meg ahhoz, hogy ő egyáltalán applikációként futni tudjon, tehát nem is natív az app, innentől kezdve nincs értelme ezeknél az appoknál, tehát pár tucat appnál lehet, hogy van értelme, és ott is a memória használatot gyakorlatilag, mivel nem éri el a telefonnak az összmemóriája a 4 gigát, tehát hogy nincs, nem kifejezetten szükséges. Az, hogy fut 64 biten is, az egy dolog, az, hogy már 64 bites proci van benne, az egy szép és jó dolog, de valóban egyelőre tényleg marketing trükk, és erről a Qualcomm vezérigazgatója, illetve elnök helyettes egész pontosan, és így vélekedik. Látjátok, nem a levegőben beszélek én mindig. De hát lehet vezetni az orruknál fogva az embereket, akik azt hiszik, hogy ettől most nekik jobb, hogy 64 bites az eszközük. Na és akkor a végére még egy nagyon gyors hír. Bill Gates végleges kirúgását szorgalmazzák a Microsoftnál. Bár a közelmúltban Steve Ballmer távozásának bejelentését követően felmerültek találgatások arra vonatkozó, hogy esetleg Bill Gates venné át majd ismételten a kormányrudat. A leköszönő vezetőtől a Microsoft élén. A legújabb hírek fényében azonban úgy tűnik, hogy erre csak azért nagyon pici az esély, mert maga Bill Gates sem venné szívesen vállára ismét a cég vezetését. A Reuters értesülése szerint ugyanis a Redmondi koncern három nagy részvényese nemhogy a vezetői székben nem akarja látni az egykori alapító, de egyenesen végleges távozását követeli a cég igazgató tanácsából is. Gates ebben a pozícióban ugyan már nem folyik bele a Microsoft operatív napi ügyeibe, de befolyással bír a cég stratégiai jellegű döntéseire. Ez pedig a hírügynökség értesülései szerint nagy baj az említett részvényesek szerint, akik azon a véleményen vannak, hogy Gates meggátolja minden valódi átalakítást a vállalaton belül. Utóbbira sokak szerint nagy szükség lenne egyébként a Microsoftnál, amely hagyományos piaci legtöbbjén vagy visszaszorulóban van, vagy legjobb esetben csak őrzi az egy évtizeddel korábban megszerzett pozícióit. Az új piacokra eddig tett betörési kísérletei pedig vagy sikertelnek voltak, vagy csak korlátosan sikeresek. Ugyanakkor egyelőre állítólag semmi jele annak, hogy a kritikus befektetők nyomásának engedne a vállalat igazgató tanácsa. Előbbiek egyébként hárman összesen a cég részvényeinek mintegy 5%-át, tehát nagyjából 4 milliárd dollárnak megfelelő papírt birtokolnak, ami azonban csak alig több, mint Bill Gates személyes részvényportfóliója. Az alapító ugyanis egymaga 12,5 milliárd dolláros pakettel rendelkezik, amivel a Microsoft legnagyobb egyéni befektetőjének számít. Hát az övé a cég, ő találta ki, ő alapította, tehát ez miért olyan nagy gond, és ki akarják túrni belőle? Hát én se hagynám bevallom őszintén. Na jó!
Hát ezek a hírek, illetve ennyi történt a mai nap folyamán, remélem tudtam segíteni, ami kimaradt, azt majd holnap bepótoljuk, hiszen holnap is lesz restart, ugyanígy 5 órától várlak benneteket itt a képernyők előtt, meg az internet előtt is. Én köszönöm szépen a figyelmet mára, holnap akkor 5-kor találkozunk, szevasztok! Együttműködő partnerünk Acer.